46. Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és elég nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vakkoldus Bartimeus, a Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia, Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot ezekkel a szavakkal: bízzál, kelj fel, hív téged! Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá: menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Egy újabb éneket énekelünk. Meghajtjuk a fejünket Isten előtt, és megengedjük, hogy szóljon hozzánk, és mi is beszélünk vele, ima csendben maradunk.
Urunk, ezen az estén megvalljuk neked azt, hogy nagyon sok vakság, nyomorúság van az életünkben, és sokszor csak tapogatózunk, és oly sokszor mi magunk építjük fel azokat az akadályokat, amik elszakítanak bennünket te tőled. Kérünk, bocsáss meg nekünk ezért. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor megvan a mentségünk is arra, hogy miért nem közeledünk hozzád, miért nem keresünk téged, miért nem tudunk hinni benned. Kérünk, bocsáss meg ezért is nekünk, hogy mindig készen vagyunk felmenteni önmagunkat a felelősség alól. Urunk, szeretnénk hasonlítani Bartimeushoz. Ebben a vágyakozásban és ebben a motiváltságban, ami őt jellemezte mindenképpen, hogy ő mindenáron gyógyulni akart, és mindenáron veled akart találkozni, és mindenáron te tőled kérte és várta a gyógyulást. Urunk, abban is szeretnénk hozzá hasonlítani, hogy felismerjük a betegségünket, a bűnösségünket, nyomorúságainkat. Kérünk, segíts nekünk ebben. És add, Urunk, hogy amikor megkérdezett tőlünk, hogy mit is akarsz te tőlem, mit kívánsz, milyen kéréssel fordulsz hozzám, akkor nagyon őszintén vizsgáljuk meg magunkat, és lássuk meg, hogy vajon miért is vagyunk mi melletted. Miért is jövünk el a templomba, miért telepedünk le a te igéd mellé, miért hallgatjuk az igét, az ige hirdetést. Miért vagyunk keresztények. Urunk, köszönjük, hogy őszinték lehetünk hozzád, hogy nem kell semmit sem takargassunk. Bocsáss meg mindent, amit eltakarunk előled. Azokat a bűnöket, amiket hordozunk, anélkül, hogy megvallottuk volna, hogy elmondtuk volna neked, vagy valakinek. Urunk, itt vagyunk, és arra kérünk, hogy a te könyörületes szeretetet fedezzen be bennünket. Ébresszen bennünket igazi bűnbánatra, és tisztítsa meg a mi életünket. Köszönjük, hogy itt vagy jelen közöttünk. Áldunk, magasztalunk ezért. Ámen. Az előbb felolvasott igerészből két verset fogok újra olvasni. A Márk evangéliumának 10. fejezetéből az 51. és 52. verset hallgassuk, tehát figyelemmel Márk evangéliumának 10. fejezetéből az 51. és 52. verset. I will read from this 10th chapter, the last two verses, the 51st and 52nd verse. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta, Mester, hogy újra lássak. Jézus ekkor így szólt hozzá, menj el, a hited megtartott téged. És azonnal újra látott, és követte őt az úton. Emlékeztek még, gondolom, arra fontos kérdésre, ami a tegnap este hangzott el felénk. Mit kérsz Jézustól? Amikor felteszi neked ezt a kérdést, hogy mit kívánsz, mit tegyek veled? A tegnap nem Bartimeustól kérdezte, ma sem tőle kérdezi, hanem tőlünk kérdezi. Tőled és tőlem és mindannyiunktól rád néz, odahajol hozzád, mint aki látja az életedet, és látja is az életedet, tudja, hogy mi van vele, tudja, hogy mi a helyzet, tudja, milyen az állapotod, tudja, nem hiába próbálod ezt eltakarni, eltusolni, elfedezni előle. Tudja, hogy mi van veled. Vajon te tudod? Vajon te tudod, hogy milyen állapotban vagy? És vajon tudod-e, hogy mire van szükséged? Mit kérsz Jézustól? És ugye tegnap már erről beszélgettünk, nem fogom újra elmondani természetesen. Tegnap már erről beszélgettünk, hogy oly sok mindent szoktunk mi kérni Jézustól, és az érzésem, hogy nagyon kevésszer szoktuk mi a bűneinknek a bocsánatát kérni tőle. Nagyon sokszor kérjük azt, hogy tisztítsa meg a szívünket, az életünket.
hogy adjon nekünk önzetlen, alázatos, szelíd lelket, és ami a legfontosabb, hogy adja önmagát nekünk, hogy maradjon velünk, hogy legyen velünk, mert nélküle, az ő segítsége nélkül, az ő kegyelme nélkül vagyunk mi valakik, vagyunk mi valamik, látunk, tudunk tájékozódni, tudunk előbbre jutni, tudunk haladni az élet útján, nélküle. Nekünk szükségünk van, úgy gondoljuk nagyon sokszor Istennek az ajándékaira, de vajon szükségünk van-e az ajándékozóra, magára, Istenre? Az advent, a karácsonyra való készülés valójában ezt jelzi számunkra nagyon határozottan, hogy ő az ajándék, ő az, akire nekünk szükségünk van. Isten őt küldte el, hogy a mi életünket az ő jelenléte által megszabadítsa. Folytassuk hát akkor a történetet a befejező verssel, amikor is, miután Bartimeus elmondta Jézusnak, hogy ő neki mire van szüksége, hogy mit akar, utána Jézus azt mondta, és nagyon megdöbbentő ez, amit Bartimeusnak mond, hogy menj el, a te hited megtartott téged. Azért is furcsa és különös, mert éppen a tegnap este beszélgettünk arról többek között, hogy Bartimeus nem a hitet tartotta meg lényegében, hanem Jézus tartotta meg őt, az Istennek a szeretete, kegyelme, irgalma, nem a Bartimeus nagy hite, a megtartó erő. Mégis Jézus szeretné kiemelni a hitnek a fontosságát. És azt, hogy lényegében nekünk Isten előtt csak egy dologra van szükségünk, hitre. És ma számunkra is, ma este számunkra is szeretné Jézus kiemelni ennek a fontosságát. És szeretne valamit elmondani a megtartó hitről. És a kérdés az, hogy milyen ez a megtartó hit? Vagy éppenséggel kérdezhetjük azt is, hogy van másmilyen hit is, nem csak megtartó hit? Van másmilyen hit is? Hát persze, hogy van, sokféle hit van, mi sok mindenben hiszünk, nem? Az ember hajlamos sok mindenben hinni, az olyan dolgokba, különösen amikről nem, nincs elég ismeretünk, amit nem látunk át teljesen, ha nekünk elmondják azt, hogy ez így van, hogy vedd be ezt a gyógyszert, és ettől meggyógyulsz, akkor én nem azért, tehát én beveszem azt a gyógyszert, és elhiszem, hogy abban vannak hatóanyagok, és azok hatnak, és meg fogják gyógyítani az életemet. Nem feltétlenül tudom, hogy ezek hogy működnek, vannak némelyek, akik ezt tudják. Én természetesen például nem tudom azt, hogy ezek az összetevők hogy működnek. Nyilván hitre van szükségem, hiszek az orvosnak, hiszek azokban a gyógyszergyártókban. Természetesen nagyon oda kellene figyelni, hogy hiszünk, és mennyit hiszünk nekik is. De hittel fogadjuk azt, hogy igen, beveszem azt a gyógyszert, mert az orvosom azt mondta, mert a gyógyszergyárak csak nem csinálnak butaságot, és akkor nyilván, hogy meg fogok gyógyulni. Tehát ez is hit. Szinte minden ember hisz valamiben. De nem feltétlenül minden hit megtartó hit. Mert ahogy mondtam, a gyógyszerben is lehet csalódni, sőt, félre lehet kezelni embereket vele. Az orvosok is tévedhetnek, félre diagnosztizálhatják a dolgokat, rossz gyógyszereket írhatnak fel, hogy ahogyan már ennél a példánál maradunk, és ilyenkor nagyon-nagyon tragikus következménye van ennek a hitnek, hogy én elhittem, hogy az a gyógyszer engem meg fog gyógyítani. Vagy hányan hiszik azt el, hogy a pénzem elég a boldogsághoz, vagy a tudásom, a diplomáim, a képzettségem elég ahhoz, hogy én egy valóban boldog életet élhessek. És mekkora csalódás éri azokat, akik ilyen dolgokban bíznak, a pénzben, a hatalomban, a hírnévben, és kiderül az, hogy végül is ezek a dolgok nem teszik boldogabbá az embert. Ezek a dolgok nem fogják megtartani az embernek az életét. Hát sokféle hit van, sok mindenben hiszünk mi, de megtartó hit, az csak egy van. Mert hogy a hitet azt a tartalma minősíti. Nem az a kérdés, hogy mennyire hiszek, hanem az a kérdés, hogy kiben hiszek, vagy miben hiszek. Mert lehet, hogy valaki nagyon hisz az orvosokban, de hiába hisz nagyon, mert nem tartja őt meg
az, hogy valaki hisz az orvosokban, vagy valaki nagyon hisz a pénznek hatalmában, de nem tartja meg az ő hitének az erőssége. Mert a hitnek a tartalma fontos, hogy kiben hiszel te. És azt hiszem, az első este elhangzott az a csodálatos ének, ami Hallelujában van, hogy csak Jézus az, aki segíthet, ugye? Nem ad más üdvöt, csak is ő. Tehát a nagy kérdés az, hogy te kiben hiszel? Te kitől reméled, vagy mitől reméled a te életednek a megtartását? És Bartimeusnak éppen ezért volt megtartó hite, mert ő Jézusban hitt. Ő Jézusban hitt. Nem hitt azoknak az embereknek sem, akik megpróbálták félre tolni az útból, akik megpróbálták lebeszélni a Jézussal való találkozásra, hogy nincs ideje rá, te úgyse fogsz meggyógyulni. Ő Jézusban hitt, és ez a hit, a megtartó hit, az a hit, ami Istenben, Isten bekapaszkodik, és Istenben gyökerezik. Tehát a megtartó, üdvözítő hitet ez jellemzi, hogy mindig Jézus Krisztussal kapcsol össze bennünket. Ez a megtartó hit. Erről prédikálunk nektek, erről beszélünk nektek. És olyan jó volna, hogyha ma este elgondolkoznál azon, és elgondolkoznánk mindannyian azon, hogy vajon mi kiben hiszünk igazán. A hitünknek mi az alapja, vagy ki az alapja? Ki a tartalma? Kiben bízunk? Ugye van ez a klasszikus református zsoltárunk, amit vasárnapról vasárnapra száz és száz református templomban tele torokkal harsognak a református hívek, hogy te benned bíztunk elejétől fogva. És aztán kimegyünk a mindennapi életbe, és egyáltalán nem is törődünk az Istennel. Nem is törődünk azzal, hogy ő mit akar, hogy neki mi az elképzelés az életünkkel, hogy ő mit tanácsol, hogy mit mond az igéje. Hát elő se veszük a Bibliát. Elő se veszük az ő igéjét. Nem is hallgatunk rá. Tehát sokkal inkább az az igazság, hogy magunkban bíztunk mi elejétől fogva. De hova vezet ez? Vagy bízunk valami másban? Tehát a mai estének talán első kérdése, amivel nagyon fontos, hogy számot vessünk, hogy mi vajon kiben hiszünk, miben hiszünk igazán. Hiszünk mi igazán az Istenben? Hiszünk valóban az Istenben? Mert hogy az is kérdés, hogy hogyan lehet szert tenni erre a megtartó hitre. Hogy hogyan lehet az enyém ez a megtartó hit. Mert lehet, hogy sokan azt mondják itt magukban, hogy rendben van, tiszteletes úr, oké, én elfogadom azt, amit mondani tetszik, hát csodálatos gondolatok ezek, de hát én akarnám, de nincs. Hogyan lehet mégis megtartó hitre szert tenni? Vannak, akik így panaszkodnak, hogy ők keresik az Isten, de nem tudnak benne hinni. Ugye sokan vannak ilyenek, akik azt mondják, hogy én keresem az Istent, én hinni akarok az Istenben, de nem, valahogy nem tudok hinni. Na most, hadd kérdezzük meg, hogy hogyan tett szert Bartimeus erre a megtartó hitre? Hogyan lett, volt ő képes erre? Egy nincstelen senki, egy névtelen. Nem kellett hozzá nagy tudomány, nem kellett hozzá nagy képzettség, nem tudom mennyi diploma, teológiai képesítés, meg egyebek. Egy vak koldus tudott úgy hinni Istenben, hogy az megtartsa őt. Hogyan? Hát úgy, hogy hallott Jézusról. Egyrészt hallott Jézusról. Aztán nem elég csak hallani Jézusról, de ő komolyan is vette, amit Jézusról hallott. És amit őróla hallott. És miután komolyan vette, ennek megfelelően viszonyult hozzá. Ennek megfelelően viszonyult hozzá, vagyis elkezdett engedelmeskedni neki. Elkezdte megtenni azt, amit ő mondott neki. Elkezdett bízni Jézusban. Vagyis mi kell ahhoz, hogy neked megtartó hited lehessen? Hát egyrészt hallani Jézusról. Hát nem hiszem, hogy van közöttünk valaki, aki ne hallott volna már Jézusról.
vagy ha eddig nem halott, akkor van egy rossz hírem számodra, mától, ma estétől fogva nem hivatkozhatsz erre, mert itt vagy, és én neked éppen Jézusról beszélek. És arról beszélek, hogy a te életedet csak is Jézus tudja megtartani. Tehát nem mondhatod, hogy én nem hallottam, én nem voltam ott. Vagy ha eddig aludtál volna, akkor engedd meg, hogy most szóljak neked, hogy ébredj fel, és figyelj oda erre az egy mondatra, hogy neked Jézusra van szükséged. Hallottad? Neked Jézusra van szükséged. Kicsoda tarthat meg téged? Csak is Jézus. Tehát már hallottál róla. Persze az a gond, hogy a legtöbb ember, a legtöbb templomba járó ember is megelégszik azzal, hogy hall Jézusról. Hogy elmegy a templomba, és mondanak neki dolgokat Jézusról, és akkor ki van biflázva a keresztény élet azzal, hogy én hallottam róla. Csak hogy nem elég a megtartóit ez az, hogy hallottál róla. Ugye, hogy nem elég az, hogy jaj, van egy jó gyógyszer, tudsz róla? Az a te betegségedre, az a gyógyír. Hú, szuper, csodálatos. Holnap elmegyek még egyszer hozzád, és mondd el még egyszer nekem, van egy ilyen gyógyszer. Oké, rendben. Elmondom neked még egyszer, igaz? Sőt, receptre is felírom, azt mondja az orvosod. Oké, rendben, akkor megyek, megeszem a receptet. Nem? Hogy tessék már elmondani, doktor úr, még egyszer, hogy mi is az a gyógyszer, ami meggyógyít engem? Azaz, így van, halleluja, csodálatos. Van egy gyógyszer, ami meggyógyít engem. Nevetségesnek tűnik, igaz? Nevetségesnek tűnik, de sokszor éppen ilyen nevetséges a mi hívő életünk is. Hogy járunk ide a templomba, mint az az ember, aki a patikába csak azért megy el, hogy azt a gyógyszert megnézze a vitrínbe, és azt mondja, jaj, de szép. Jaj, de jó, hogy lehet kapni. Jaj, de jó, hogy van készleten. Milyen jó ez. De én nem veszem meg, nem kérek belőle, nem fogyasztok belőle. De hogy állsz ezekkel a dolgokkal? Hallottál Jézusról? Hallottál. Na most, amit hallottál, azt komolyan vetted? Mert nyilván azt is el kell hinni, fogadni, hogy oké, rendben. Persze mondotta, hogy az a gyógyszer, a gyógyír, oké, mondjad csak nyugodtan, az a te dolgod. Hányszor gondolnak így a papra is, hogy hát azért is tartják a tiszteletes uratát, beszéljen csak, én meg beszélek is hűségesen, nem mondhatjátok, hogy nem beszélek, sőt, még sokszor lehet, azt mondjátok, hogy már talán nem is kéne annyit beszéljen, ne mondja már annyit, meg ne mondja olyan hosszan. Tehát nem veszed komolyan. Hogy valóban csak Jézus az, aki segíthet. És végül nem élsz ezzel a lehetőséggel, hogy kezdj el hinni Jézusban. Kezd el bevenni ezt a gyógyszert, kezd el alkalmazni az életedre. És ugye az előbb azt mondtam, hogy sokan panaszkodnak, hogy szeretnének hinni, de nem tudnak. Na most Spurgeon, a nagy angol igehirdető, akiről bizonyára hallottatok már, a nagy angol igehirdető a maga egyenes stílusában, ezt mondta erre nézve, hogy kérlek szépen, akkor hagyd már abba a keresést, mert ő itt van melletted, és akkor kezdj el hinni benne. Én keresem az Isten, de nem találom. Hát itt van. Itt van, kezdj el hinni benne. Vagyis kezd el megtenni azt, amire ő kér téged. Kezd el megtenni, kezd el alkalmazni az életedre azt, amit ő mond. Kezd el olvasni naponta a Szentírást, komolyan venni azt, amit olvasol, nem csak úgy átfutunk egy igén, hogy legyen meg a neve, hanem vedd komolyan, vedd be a gyógyszert naponként, hogy kezdődjék el a gyógyulás, hogy kezdődjék el a te életednek az átalakulása. Ez a megtartó hit, hogy hallom, aztán komolyan veszem, és végül elkezdem a kezelést, elkezdek hinni Jézusnak. Semmi nem fog megváltozni az életünkben. Ha nem tesszük meg ezt, hogy engedelmeskedünk Jézusnak, semmi nem változik meg az életünkben. Ugyanúgy maradunk, és járhatunk évekig a templomba, járhatunk alkalomról alkalomra, készíthetünk karácsonyi koncertet, énekeltünk, torkunk szakadtából, mindent csinálhatunk, drágáim. Mindent
elvégezhetjük a teológiát, kaphatunk róla a diplomát, minden. Még lelkészek is lehetünk, és prédikálhatunk róla, mondhatunk róla dolgokat. De közben nem változik semmi az életünkben. Miért? Azért, mert csak beszélünk a gyógyszerről, de nem használjuk. Nem élünk vele. És higgyétek el, hogy ezért nincs áldás sokszor az embernek az életén. Ezért nincs előremozdulás, és ezt lehet látni. Lehet látni, hogy ott van már évek óta a templomban valaki. Hallgatja az igét alkalomról alkalomra. És semmi nem változott meg az életében. Vajon miért? Miért vajon? Ugye van ez a szép zsoltárunk is, zsoltár alapú énekünk, bocsánat, amit a konfirmandusainknak szoktunk megtanítani, általában nem szoktuk elénekelni, mert még nem tartanak ott hangilag sokszor a konfirmandusaink, hogy ezt bevállaljuk. Ugye mit használ kereszténységem, ha nem aszerint élek? És ami drága konfirmandusaink is elszokták ezt, ha nem szavalni, ha nem énekelni, szavalni. Hát ez a lényeg, hogy ott van az üzenet, hogy mit használ a kereszténységed, hogyha nem a szerint élsz. Mit használ a gyógyszer, ha ott van a polcon? Mit használ az ige, ha ott van a fejedben, de nincs a szívedben? És nem válik életté benned. Semmit nem használ. Tehát járjatok csak nyugodtan a patikába. Örülök neki, hogy itt vagytok, ez a gyógyszertár, ugye? De sajnálom, én szeretném eladni nektek ezt a gyógyszert. És tudjátok, ingyen van. Gondolom, nem azt gondoltátok, hogy azért a persely pénzért adja Isten, amit beleteszünk, nem? Vagy az a gyógyszernek az ára? Most hadd kérdezzük meg hát magunktól, hogy... Hogy állunk mi ezzel a folyamattal? Hallani, komolyan venni és alkalmazni. Hol esetleg, hol ragadtunk be? Ez az önvizsgálatnak az estéje, igaz? Holnap után már az Úr elé úgy állunk, hogy azt mondjuk, hogy felteszem majd a kérdést nektek, és ti szoktatok arra válaszolni, hogy hiszem és vallom, és még azt is mondjátok, hogy ígérem és fogadom. Hogy ezentúl az Isten dicsőségre fogok élni, nem? Azt fogod mondani az Úr asztal előtt. Tehát jó lenne előtte átgondolni ezt a dolgot, hogy Uram, én így hiszem? Én ezt így gondolom? Vagy eddig nem így volt? És hogyha eddig nem így volt, akkor nincs elveszve semmi. Jó, hogy meghallottad. Eddig vak voltál. De jó, hogy meghallottad, és most újra láthatsz. Mert hogy azt olvassuk a végén, hogy Bartimeus azonnal látni kezdett, és követte Jézust az úton. Milyen csodálatos dolog ez, hogy amikor úgy elhiszed, elfogadod, komolyan veszed, és azt mondod, hogy Uram, én követni akarlak téged, akkor ő megadja azt, hogy megnyíljon a szemed, és meglásd, amit eddig nem láttál. Amit eddig nem láttál. És észreveszel olyan dolgokat, amikre eddig egyáltalán nem nyílt fel a szemed. És elkezded értékelni az életet a maga szépségével. Elkezded értékelni a körülötted lévő embereket. Sőt, hadd kockáztassam meg, elkezded szeretni őket, mert meglátod bennük az értéket. Elkezded szolgálni őket. Elkezded segíteni őket. Elkezded észrevenni az erényeiket, elkezded észrevenni a szükségüket, elkezded észrevenni azt, hogy mi az életednek az értelme, hogy mi tesz téged boldoggá, hogy mi az, amire Isten el akar vezetni téged. És ez mind ott Jézus követésében valósul meg. Ugye, nyilvánvaló, hogy a mi életünknek csak akkor van ereje, értelme, a mi hívő életünk csak akkor tartatik meg, hogyha mindvégig követjük Jézust, és vele együtt haladunk az úton.
Bartimeus is ezt tette. Egy dologra még hadd hívjon fel a figyelmeteket így a végén, mégpedig arra, hogy a Bibliából kiderül, tudjuk azt az evangéliumokból, hogy Jézus innen, hát nem egy ilyen, hogy mondjam, bocsássatok meg, nem egy ilyen majálisozásra ment, nem szabadságra ment, hanem Jézus innen, tudjátok, hogy hova ment? Tudjátok, hogy hova ment Jézus innen? Ment a keresztre. Vagyis Jézus ment tovább a szenvedéseknek az útján. És ugye az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy ha mi követjük Jézust, akkor ezen az úton lesz kereszthordozás. Ne felejtsétek el. Vannak a gyógyszernek ilyen kellemetlen mellékhatásai. Vagyis hát de persze, hogy nem szeretjük a szenvedést, a megpróbáltatást, a kereszthordozást. Ki szereti? Még Jézus sem szerette, nem mondta azt, hogy jaj, de jó. A Getsemáné kertben nem mondta, hogy hurrá, Uram, köszönöm, hogy szenvedhetek. Nem azt mondta, hogy Uram, nagyon nehéz, nagyon keserű ez a pohár. De nekem fontosabb az, hogy veked engedelmeskedjem, mint az, hogy milyen ez a pohár. Mert tudom, hogy így van a helyén az életem. Szóval tudnunk kell azt, hogy a Jézus követése szenvedéssel is jár. Nem csak szenvedéssel jár, de szenvedéssel is jár. Egyébként jegyezzétek meg, aki az életben, az emberi életben, ebben a világban értéket akar hordozni, értéket akar képviselni, az mindig kisebbségben lesz. Még akkor is, hogyha nem keresztény értékeket, de értéket akar hordozni, aki az igazságot akarja követni, aki valóban becsületes, értelmes, értékes életet akar élni, az mindig kisebbségben lesz. Aki kisebbségben van, az pedig kiteszi magát a többség megvetésének, gyűlöletének, lenézésének. Jegyezzétek meg! Fiatalok, ti is! Jézus útján van szenvedés, van megpróbáltatás. Ezért nem követik sokan őt. Jézus útján minden nap meg kell feszítsük mi is magunkat vele együtt a kereszten. Le kell mondjunk dolgokról, amiket szeretnénk megtenni zsigerből, mert hozzá tartozik a mi régi énünkhöz, nem? És harcban állunk, elsősorban önmagunkkal, de harcban állunk egy ellenséges világgal is. Egy ellenséges világnézettel. A gyűlölettel, a bűnnel, a nyomorúsággal, a tisztátalansággal, a hazugsággal. És ezt naponta meg kell, hogy öljük magunkban is, és ezzel szembe kell menjünk. Tehát nem egy könnyű dolog. Nem mondta ezt Jézus. De mégis gyönyörűséges lehet, ahogy Jézus a saját igáját ugye így nevezte, hogy vegyétek fel magatokra az én igámat, ugye? Iga az a terhet jelent, nem? Jármot jelent, az, hogy az a teher, be kell hajtsam a fejemet az igába. Vegyétek fel az én igámat, tehát kezdjétek el hordozni a kereszteteket, a terhet. De közben meg fogjátok tanulni, hogy az én igám az milyen? Gyönyörűséges. És aztán az én terhem könnyű. Vajon miért? Mi teszi könnyűvé? Hát én azt hiszem, a szeretet teszi könnyűvé. Ugye erre gondoltam, nem tudom. Tehát ha van például gyermeked, igaz? És az valami nagyon nagy csalódást okoz neked. És bajba jut a gyermeked. Segítesz rajta? Ha megszakad a szíved, akkor is segítesz rajta. Miért? Mert szereted. Mert szereted. És akár milyen legyen az a gyermek, mindent megteszel érte, mert szereted. Most nyilván Jézust is csak úgy lehet követni, hogyha szeretjük őt.
És én azt kívánom, hogy ez a szeretet legyen ott a szívünkben, és kérjük el tőle, hogy Uram, ez a legfontosabb, Uram, hogy szeresselek téged, mert akkor tudlak követni. Akit szeretünk, azután megyünk, jújúj, fiatalok tudják biztos, mert ilyenkor szoktak szerelmesnek lenni. Persze még idősebb korban is beüt az emberbe ilyen-olyan dolog, de fiatalkorban aztán különösen. És akit szeretünk, azután megyünk. Még akkor is, hogyha áldozatot kell hozni ezért, ugye? Megyünk, mert szeretjük. Követlek, Jézus, miért? Mert szeretlek. Tegnap esti kérdésünk az volt, hogy mit kérsz Jézustól? Talán újra fel kell tegyem. Ma este, amikor befejezzük ezt a bűnbánati hetet, mit kérsz Jézustól? Szeretném, hogyha ezt kérnénk mindannyian tőle. Uram, add ezt a megtartó hitet nekem, amivel nem csak hallom a te igédet, a te üzenetedet, de komolyan is veszem, és amivel elköteleződöm a te követésedre. Szeretném ezt elkérni tőled, és add Uram, hogy szeresselek téged. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk szeretettel, bátorítalak benneteket, hogy hangosan is nyíljatok meg Isten előtt is. Imádkozzatok. Amen.
Drága Urunk, köszönjük neked, hogy előtted állhattunk ezen az estén, sőt ezt a pár napot köszönjük neked, amit igéd jelenlétében és a te jelenlétedben tölthettünk el. Köszönjük a te kérdéseidet, köszönjük, hogy te komolyan veszed a mi helyzetünket, életünket, állapotunkat. Köszönjük, hogy kérhetjük tőled ezt a megtartó hitet, és hogyha úgy éreznénk, hogy valami nincs rendben, akkor adunk, hogy valóban hozzád meneküljünk, ami zaklatott, rendezetlen életünkkel is. Urunk, köszönjük azt, hogy bármikor jöhetünk hozzád, bármikor kérhetjük a te segítségedet, és te nem taszítasz el magadtól. Urunk, szeretnénk arra kérni, hogy munkálkodj úgy a szívünkben, hogy az életünket ne töltsük el hiába, legyen abban érték és áldozathozatal. Köszönjük neked a lehetőségeinket, köszönjük azt a sok áldást, amiben részesítesz érdemeink nélkül. És köszönjük azt, hogy szolgálhatunk téged, még olyankor is, amikor nincs benne a szívünk. Köszönjük, hogy nem vedsz el magadtól, és türelmesen válsz ránk, hogy te egy szerető Isten vagy, akinek végtelen az irgalma. Add, Urunk, hogy ne éljünk vissza ezzel a türelemmel és irgalommal. Áld meg az éjszakánkat, Urunk, áld meg a holnapi napot, különösen könyörgünk a holnapi margittai szabadnapért. A készülő testvéreket te erősítsd meg a szolgálatban, és adj sokakban vágyakozást arra, hogy ott legyenek, és hallják a szabadulásnak az útját, a szabadulásnak a lehetőségét. És kérünk, készíts elő bennünket a vasárnapra is, mert hogy itt a gyülekezet közösségében, a te igédre hangolódva, a te jelenlétednek örülve tudjuk venni magunkhoz a te bűnbocsátó szeretetednek bizonyítékát. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod könyörgésünket a te fiadért, az Úr Jézusért. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Örülök, testvérek, hogy ma este is együtt lehettünk Isten kegyelméből, és hadd kérjelek benneteket arra, hogy ha még van rendezetlen dolog a szívetekben, amit el kell intézni, amit meg kell vallani, amit le kell tenni, azt ne tartogassátok. Mert hogy minden bűnre van bocsánat, csak arra nincs bocsánat, amit nem bántunk meg, amit nem vittünk Isten elé, amit nem rendeztünk, amiért nem kértünk bocsánatot. Tehát ne maradjon semmi rendezetlen ügy, bűn, nyomorúság az életünkben. Mindent vigyünk oda Jézus megváltó Golgotai keresztjéhez. És ismét nagy szeretettel hívom fel a figyelmeteket arra, hogy holnap Margittán szabadnapot tartanak, amire nagy szeretettel várják a gyülekezeti tagjainkat is. Kérném azokat, akik szeretnének holnap jönni, hogy maradjanak vissza az Isten tisztelet után, és jelezzék azt, hogy szeretnének jönni, és szeretnének igényelni szállítást. Tehát azok, akik szeretnének részt venni a holnapi alkalmon, ami 11 órától fog kezdődni, azok jelezzék, vagy bármelyik részén lehet, hogy valaki nem tud eljönni délelőtt, de el tudna jönni délután az előadásokra. Ugye hallottuk, hogy milyen előadásokról van szó,
ugye egyrészt, hogy mit tehet egy szenvedélybeteg azért, hogy igen, leküzdje a nyomorúságot, a betegséget, és arról is lesz előadás, hogy mit tehet a család, vagy a környezet, vagy a barátok, mit tehetnek annak érdekében, hogy azt, aki ilyen betegségben, nyomorúságban vergődik, azt segíteni tudják. Tehát, ha valaki azt mondja, hogy csak délután tud eljönni, azt is meg lehet oldani, hogyha nincs éppensége szállítási lehetőség, mi abban segítünk, tehát nem mondhatjátok, minden lehetőség meg van adva, segítség, csak élni kell ezzel, és el kell menni ugye innen 12 kilométerre, miközben mások, az előadók is megtettek több száz kilométert azért, hogy velünk lehessenek. Vasárnap